Hamarosan újra megtelnek kerékpárokkal Szekszárd utcái, ugyanis július 16-17-én megrendezik az Aliszkabau 48. Gemenc nagy díjat. Tavaly ezen a nemzetközi országúti kerékpárversenyen a koronavírus járvány miatt jó részt csak a hazai kerékpárosok mérték összetudásukat. Idén azonban a korlátozások feloldásával lehetőség nyílik a külföldi versenyzők fogadására is. Idén 15 nációból 180 versenyző fog érkezni Szekszárdra, kísérőkkel együtt ez közel 250-300 ember, úgyhogy ennek azért elég komoly turisztikai értéke is van. Így a Magyar Turisztikai Szövetség is látott fantáziát a versenybe, hiszen a kerékpár, ami a tájegységeket is bemutatja, egy kicsit azért turisztikai jelleggel is bír. Az idei verseny sajátossága, hogy a június 16-ai rajt Paksról az Ase csarnok elől indul, így az első szakasz Tengelicet, Szedrest, Kölesdet és Harcot érintve közel 170 km megtétele után érkezik Szekszárdra. A versenyközpont a Béla Király téren lesz, ahol számos kiegészítő programmal várják az érdeklődőket. Vasárnap pedig a második szakasz 10 órakor indul Szekszárdról a Béla Király térről, a Sárközi régiót, illetve Szálkát többször érintve 2 óra fele fognak beérni a Béla Király térre. 2-től 6 óráig délután tehetségkutató futamok lesznek, illetve utánpótlás versenyek, ez már a lezárt körpályán, és talán a hétvége fénypontja, a Pálinkás Csaba emlékverseny 19:45-kor fog rajtolni a Béla Király térről. Érdemes lesz kilátogatni, mert zenei fellépőkkel is készülünk. Ezen kívül intézmények közötti versenyt is terveznek, amire az egyik legnagyobb sportszer áruház 50 000 forintos vásárlási utalványt ajánlott fel. Gyurkovics János alpolgármester a sajtótájékoztatón megjegyezte, Magyarországon egyre népszerűbb a kerékpársport, hobbi, amatőr vagy profi szinten is. Az idei Gemenc nagydíj alkalmával mindenkinek teret engednek a szervezők. A versenynek a megtekintése és a nagyon sok kísérő rendezmény az felhőtlen szórakozási lehetőséget ad, és a mellette lévő versenyek a különböző korosztályoknak is azt szeretnénk elérni, hogy még jobban, még jobb minőségben legyen mindenki kiszolgálva, és egy kellemes élményt tudjunk szerezni számára. Több szurkolói zónát is kialakítanak majd a kijelölt pálya mellett, de egy kiállítás is színesíti a programot, ami július 1-én a Babits Mihály Kulturális Központban nyílik meg, és mutatja be a Gemenc nagydíj első 47 évét. Ezt a verseny végéig tekinthetik meg az érdeklődők.